Az ételpazarlás volt a fő téma Áder János legújabb podcastjában. Az államfő egy ételmentő applikációt kifejlesztő magyar vállalkozás egyik alapítójával beszélgetett, arról hogyan lehet megelőzni, hogy a fel nem használt étel a kukába kerüljön. A kékbolygó legújabb adása mától elérhető az interneten. A megtermelt élelmiszer egyharmada az, Hulladék lesz. A világon megtermelt élelmiszerek egyharmada hulladék lesz, és az élő vizeink negyedét használjuk fel olyan élelmiszerek előállításához, amiket aztán kidobnak. Hangzott el Áder János Kékbolygó című podcastjának legújabb adásában. Nem csak az a gond, hogy a, az étel, a jó minőségű ételből hulladék lesz, tehát nem e, kerül az asztalunkra, hanem ez egyúttal pénz pocsékolást, energia pocsékolást is jelent, ráadásul az étel maradékok, károsanyag kibocsátása révén még az emisszió, tehát akár a metán, akár a szindoxid kibocsátás is megnőhet, és hogyha nem megfelelő módon kezeljük, akkor bizony mondjuk elszenyezhetjük vele a vizeinket. A köztársasági elnök vendégével Wettstein Albertel a Munch PR és kommunikációs vezetőjével beszélget, aki csapatával egy új vállalkozás segítségével az ételpazarlásra próbál választ adni. Hazafelé megyek az egyet vagy a munkából, felkapok egy adag muncsot, egy meglepetés csomagot, amiben ezek a jó minőségű ételek vannak, és ráadásul ezt féláron tehetem meg. A muncs egy olyan magyar platform, amin keresztül a pékségek, éttermek és boltok az aznap megmaradt élelmiszereket meglepetés csomagokba állítják össze, amire bárki lecsaphat féláron. Mennyi étel dobunk ki évente? Ez több, mint amiből az összes nélkülöző ember, aki nem jut jó minőségű ételekhez, jól lakhatna. Tehát egy hatalmas hatékonytalanság van a rendszerben, és van egyébként kínálat, van kereslet is, viszont valahogy olyan furcsán működik a piac, hogy nem találja meg a kettő egymást. És mi erre kínálunk egy megoldást, egy digitalizált platform segítségével. Tehát ilyen, ilyen értelemben tényleg win-win-win megoldásról van szó. Hogy az ételpazarlás milyen káros környezetszennyezéssel jár, hogy hogyan segíthet ezen egy applikáció, és hogyan lesz néhány éhes egyetemi a társadalmi felelősségvállalás példaképe, kiderül Áder János köztársasági elnök legújabb internetes beszélgetéséből, ami már elérhető a világhálón.